egy hónap alatt 4% ponttal nőtt azok aránya, akik egy pártra se szavaznának. Fej-fej mellett a Jobbik és az MSZP. A kispártok közül az LMP és a DK támogatottsága nagyobb 1%-nál a teljes népesség körében. Jól foglalom össze, Závesz Tibor a vendégünk, hogyha azt mondom, hogy az erőteljes, majdnem azt mondtam, hogy erőszakos plakátkampány hozott a kormánynak, a marakodás vitt az ellenzéknek. Hát, vagy ellenzéktől. Még azt hozzáteszem, hogy a Jobbiknak is stabilizálta a helyzetét a plakátkampány. Tehát annyira előtérben volt, olyan sokat láthatott a közvélemény, a politizáló közvélemény Jobbik plakátokból, hogy arról a mélypontról, amit tavasszal láttunk a Jobbiknál, amikor az átalakulásnak még mindig voltak ugye hírei, abból valahogy följebb tudott lépni. Most ugye a teljes népesség 13%-a támogatja a Jobbikot, viszonylag erős a részvételi hajlandóságuk is, elkötelezettek Vona Gábor mellett, tehát ez nagyon messze van a Fidesz adatától, de azt lehet mondani, hogy ennek a kampánynak az volt az értéke, hogy megállította a Jobbik visszaesését, egy picit vissza is emelte. Csó, de mennyire igaza van akkor a kormánynak? Mindenestül, tehát a saját plakát kampányában is, hát 42% a biztos pártválasztók között a támogatottságuk, meg abban is, hogy meg kell állítani a Jobbik plakátolását, mert ez bajt okozhat nekik. Ez így van, tehát az egy Fidesz szempontjából az egy logikus és hasznos politikai haszon szempontjából fontos és pozitív döntés volt, hogy ezt a plakátozást ugye július 15-én megállítatták, mert hogy elképzelhető, hogyha ilyen dózisban kapják az emberek később már nem csak a negatív üzeneteket, hanem a pozitívakat is, akkor egy párt mellé föl lehet sorakozni. De azért hozzáteszem azt, hogy nem minden olyan egyértelmű, tehát oly mértékben áradt a magyar tömegkommunikációból is, nem csak a plakátokról, hanem a rádiókból, tévékből és az újságokból is a soroshozás, brüsszelezés, illetve hát más nem nagyon, de ezek az információk mindenképpen dobzódtak, hogy telítődtek az emberek ezzel. Tehát azért van ennek a hónapnak az adata, hogy elég váratlan módon, amikor már közeledünk a választás felé, az szokott lenni még nyáron is, hogy szűkül a bizonytalanok passzívak aránya. Most viszont 4% ponttal emelkedett, ez azért egy jelentős változás, de azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer embernek úgy nagyjából elege lett ezen a nyáron, nem akar többet látni, vagy legalábbis most úgy érzi, hogy nem akar többet látni ilyen mennyiségű politikai kampányt és ilyen stílusú politikai kampányt. Hát akkor ráhezzek erre is egy lapáttal, ez is a Fidesznek jó. Ugye azt szoktuk mondani, hogy minél kisebb a részvételi választáson, annál jobb a Fidesznek, amelyiknek meglehetősen stabil a szavazótábora, tehát ők el fognak ebben venni. Ebben tökéletesen igaza van. Tehát ha eléri a Fidesz, hogy az emberek azt mondják, hogy az egészből elegem van, nem érdekel semmi, el fog menni a 1,8-2 millió fideszes, és köszönjük szépen, ők jól vannak. Teljesen igaza van. Mondok még egy nagyon tragikus adatot szerintem. A jelenleg az úgynevezett biztos pártválasztók aránya 30% körül van, ez 2,4 millió ember. Tehát ma Magyarországon az aktivitási szint, azaz az elmeneteli szándékát ígérő és már pártot is magának választó embereknek a tömege, az 2,4 milliós. Nincs választás, de most játszunk el ezzel a gondolattal. Ha most lenne választás, akkor 2,5 millió ember menne el voksolni. Tehát annyira alacsony szintre van valóban lelökve a részvétel és egyáltalán ez a politikai aktivitás, hogyha ez így marad, és ez egyébként nagyon sok pártnak az 5%-os bejutási küszöbét is veszélyezteti ez az alacsony szint, akkor a Fidesznek stabil kétharmada van, sőt megkockáztatom azt, hogy még ennél jelenlegi konstellációban még ennél nagyobb támogatottsági vagy parlamenti mandátum arányt hát is meg azt szerezni. Nézem, hogy négy párt lenne a parlamentben, Fidesz, Jobbik, MSZP, DK. Az LMP-től kezdve az összes többi. Hát ugye az LMP mindig a határértéken billeg, tehát, de ez a közvéleménykutatóknak az egyik nagy problémája, már két olyan választás is volt, ahol nagyon nehezen lehetett a becslést megadni az LMP esetében, tehát ez a 4-5% körül. Most éppen 4%, de az előző hónapokban egyébként ebben a biztos pártválasztói körben 5% volt. Aktív pártról van szó, én azt azért feltételezem, hogy nagyobb az esélye annak, hogy 5% fölé kerül, de valóban a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy négy olyan párt van, amelyiknek van esélye, és ebből nem mindegyik egyformán, hogy mondjam, egyforma tendenciát mutat. A Fidesz viszonylag stabil, a Jobbik megkapaszkodott, de azért nem lőtt ki, mint egy rakéta. Az LMP-nél pedig inkább azt lehet látni, hogy kezd lemaradni, főleg ebben a biztos pártválasztói körben, a Jobbiktól. És a mostani események, amik ugye zajlanak, ha a közvéleménynek a
fogadott provokátoraként ülök itt, akkor azt mondom, hogy ha azt látják egy pártról, hogy belső konfliktusok vannak, azért az egy egyszerű választópolgár számára nem az oda menetelt jelentő. Hát meg keres magának, hogyha mindenáron menni akar egy olyat, amelyikről elhiszi, hogy nem esik szét pillanatokon belül. Tehát ez mindenhogy kontraproduktív az MSZP számára, nyilván hát róluk van szó. Az, hogy a Tárki 55%-ra mérte a Fideszt a biztos pártválasztók körében, önök meg 42%-re. Ez számszakilag nagy különbség. Lényegi különbség is van? Tehát jelent ez valódi különbséget? Az egyik így, mire a másik úgy, de mind a kettő kiugró magasan a Fideszt. Én azt gondolom, hogy mivel nagyon kevés a biztos pártválasztó és az ön által említett számok ebben a körben számítottak, itt iszonyatosan nagy, sajnos, iszonyatosan nagy a mintahiba, és ezzel most nem mutatnám a nézőket, de tényleg mind a két adat szerintem ebben a helyzetben, amikor még egyszer mondom, az emberek szűk harmada rá vonatkozik ez az adat, elfér, úgyhogy ebben nekem semmilyen rossz érzésem nincs. Mind a kettő adat szerintem. Ugyanazt jelenti, mind a kettő gyakorlatilag. Igen, Fidesz torolj magasan vezet. Torolj magasan vezet, és a környékén nincsenek pártok. És látott még olyat, ami meglepte? Ugye engem a két farkú mindig meglep, mert ugye szeretjük a szellemességet náluk, abban nincsen hiány, de program engem, nincs. Engem két adat lepett meg, az egyik az a fiatalokra vonatkozik, a fiataloknak a politikához való viszonyulása. Tehát ebben az adatsorban az látszik, hogy a fiatalok felének semmifajta affinitása nincs ehhez a mai magyar közélethez, tehát nincsen pártja, nem akar elmenni, a 30 év alattiakról beszélek. Szerintem ez nem jó egy ország jövője szempontjából, ezt valahogy fel kellene frissíteni a ez a Momentum most támaszt a fiataloknak, vagy ez se látszik egyelőre? Egyelőre az látszik, és akkor a másik adat, ami tulajdonképpen ilyen meglepő, hogy mennyire sok olyan párt van, ami éppen hogy látszik, és nem tud ebből a tartományból, ebből az 1% körüli tartományból kitörni. Nem most először van az, hogy 5 pártot mértünk úgy, hogy 1% környékén van, hanem már sokadjára, és én azt furcsálom, vagy az érdekes, hogy egyik párt sem, se a Párbeszéd, sem az Együtt, sem a Momentum, sem a Kétfarkú Kutyapárt, és sem a liberálisok nem képesek elemelkedni a többitől. Mindig van egy pillanat, amikor az ember azt hiszi, hogy igen, a Momentum, az Olimpia után egészen jó pozíciókat tudott szerezni, megvetette a lábát, teljes népességen belül 3%-ot mértünk, de aztán nem tudott többet kihozni, nem tudott olyan újabb üzeneteket. A fiatalok számára valamennyit, de igazániból nem tört be. A Momentum elnök az előbb idézte, hogy bocsánat, hogy 2 hónappal ezelőtt, 2, talán 2, mi 9%-on mérték őket Budapesten. Budapesten nagyon akkor ez erős volt a... Még? Nem, ma már ennyire nem jó a Momentum Budapesten, de mindenképpen 5% fölötti pártról beszélünk. Tehát a fő... Ez egyébként az ereje meg a gyengéje is. Tehát az ereje, hogy el tud mondani az alelnök teljes joggal egy olyan számot, ami jobb a többi kis pártnál, de a gyengeségét meg az adja, hogy csak Budapesten lehet ilyen számot elmondani. Tehát már a vidéki városokban nem láttunk ilyen számokat, falvakról meg ne is beszéljünk, mert a Momentum nem létezik. Tehát itt az a problémája szerintem a Momentumnak, hogy nem tudja területileg, életkorilag, társadalmi státuszilag kiterjeszteni a magát. Egy nagyon szűkös szavazótábora van jelenleg, azzal kommunikál, és nagyon nehéz dolga van, hogy ezt a parlamenti választásokig kiszélesítse. Egy hónappal ezelőtt elkezdtünk beszélgetni a póluspártokról, az új pólus néven 4 pártot mértek össze, hogy mit érnének el, ha ők összetudnának valamilyen módon kapaszkodni a 2018-as választásra. Ez számukra egyébként kecsegtető is volt a Párbeszéd, például rögtön elkezdte ezt kommunikálni az Együtt is. Az LMP meg, nem az LMP volt benne, az LMP meg a Momentum volt benne. Ők erről hallgattak. Ez valódi adat? Tehát ezt lehet faktumként kezelni, már amennyire közvéleménykutatási adatot lehet, hogy ezek így összetudnának adódni az emberek fejében? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem látok olyan gátló okot, amivel azt mondanám, hogy egy Momentumos ne szavazna az LMP tartalmazó formátumra is viszont. Tehát valahogy ezeknek a pártokban van valami közös. Így is formálták meg magukat, tehát nincsen egy olyan múltjuk, ami nehezíteni az elszámolást az elmúlt mondjuk 20 évvel, tehát tulajdonképpen friss erőkről beszélünk mindenképpen, akik nem vettek részt korábban a kormányzásban. A jelenlegi adataik talán így összeadódhatók, de ugye itt vannak ilyen jogi problémák is, hogyha ketten összeállnak, akkor 10%-ot kell elérniük, és így tovább. De hogyha összeadjuk ezeket a számokat a teljes népességen belül, akkor az LMP-nek jelenleg 2%-a van, a másik 3 pártnak 1-1%-a, tehát tulajdonképpen a teljes népesség 5%-áról beszélünk.
ami persze egy bejutó helyre jó lehet, de ott még rengeteg probléma van, ki a miniszterelnök jelöltjük, ugye már két párt esetében is a résztvevők közül fölmerültek személyek. Tehát itt sok logikai probléma van. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az LMP-nek kevésbé érdeke. Most valóban arról beszéltünk, mintha alászorult volna az 5%-nak, de mégis azt mondom, hogy az LMP ezek közül a pártok közül valamilyen módon kiemelkedik a közvéleménykutatások szerint. Tehát olyan nagy érdeket nem látok abban az LMP számára, hogy ezt a formációt tulajdonképpen megalkossa, de nyilván egyéb érdekek is vannak, amiket még egyáltalán nem látok. Én azt gondolom, hogy erről lehet így beszélni, ez egy létező formáció. Én egy kicsit későinek tartom ezeket a mostani összeállásokat. Tehát 8 hónap múlva egy parlamenti választás van, és egyelőre azt látni, hogy a Fideszen kívül minden párt csoportosulás valamilyen problémával küszködik. És ebből nagyon nehéz oda eljutni, hogy a választók azt mondják, hogy igen, itt most valami olyat hallottam tőlük, ami miatt én hozzájuk megyek. Az MSZP esésében például benne lehet már az, ami még nem volt ennyire látványos, amikor a mérések zajlottak, de mégiscsak érzékelhető volt, hogy van valami törésvonal, valami nem kerek az MSZP kampányában, hát ha ez kampány egyáltalán már. Én olyan nagyon ezt nem érzem, inkább azt látom problémának az MSZP esetében ebben a mérésben, tehát ezzel a mérésről beszélek, hogy mi lesz, hogy ez milyen hatással van, azt feltételezem, de majd meglátjuk, hogy nem folytatódott az a kampány, amit elkezdtek a fizessenek a gazdagok. Annak volt egy felhajtó ereje, annak volt egy üzenete az MSZP törzsközönségének, szavazótáborának, és az a kampány tulajdonképpen ott május vége táján megállt, és inkább ezt látom problémának, hogy nem volt egy újabb üzenet, amivel a szavazótábor azonosulni tudott volna, és ezt hiányolják, és szerintem egy párt most már nem alhat. Tehát egyik párt sem teheti meg azt, hogy valamilyen üzenetet nem küld el. Hogyha ez tele van negatív üzenettel, akkor úgy járunk, mint ebben a hónapban, az emberek elfordulnak. Szerintem itt az ideje, hogy valami tartalmi, pozitív elképzelés is eljusson a választópolgárokhoz. Jól lenne, lennének ilyen kampányok, hallják meg a szavát, mert mindannyiunkra ráférne néhány pozitív üzenet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.